azokba a híres gyűjteményekbe, vagy azoknak a gyűjteményeknek a romjaiba, oda eljutottál, vagy ezek ma már nem léteznek, mint például a Fruchter gyűjtemény, vagy Oltványi Ambrus gyűjteménye? Ezekkel mi lett? Oltványi Imre. Vagy Imre? Nem, az Oltványi, az még az is lehet, hogy van még romjaiban, bár nem hiszem, de a Fruchter már biztos nem volt, amikor én kezdtem. Tehát, hogy ezekbe az ilyen emberek jutottak. De ugye el. Nagy tudós volt az Oltványi Ambrus is, csak gondoltam, hogy ő örökölte a... Nem, az Oltványi Ártinger Imre-nek hívták, és az Oltványi Noémi volt az örökös, a lánya. Onnan például a Nakoxipánba hullahó, az a, na például azt a gulácsit nem cseréltem volna el. De szerintem a Nudelman se cserélte volna el. Tehát, hogy ezekben nem voltam. Radnaiba voltam, ugyanebből a generációból, mert a Radnai özvegye az ugye még élt, és akkor a Marian és a Tamás révén én be tudtam oda jutni. Hát az is egy melbevágó valami volt, az, hogy bejutsz egy olyan helyre, ami 1935-8 között létrejött egy valami, és az úgy megmaradt 90-es évek végéig, és ott vannak a Tóth Bernátok, 11 néhány csúcs egri, és azok ott vannak, mondom, mit tudom én, 80 éve. És hát az a Gresham gyűjtésnek a csúcsa volt a Radnai, ugye az gyors és gépíró tankönyv megalkotója, ráadásul Bázliára pont bevezették az ő tankönyvét kötelező tankönyvként a gyors és gépíró iskolákból, hatalmas vagyon, és hát fantasztikus mecénási tevékenység révén ő megvette ezek festőktől a legjobb képeket. Tehát azt láthattam, az nagy élmény volt. És tényleg szóval ezekkel a Fruchter vagy Frankl gyűjteményekkel mi lett? Egy tipikus út volt a szocializmus, mindenki szidja a szocializmust ebből a szempontból, hogy nem volt szerzeményezés. Na most sokkal jobb szerzeményezés volt, érdekes módon a 60-as, 70-as, 80-as években, mint most. Nem azért, mert annyi pénz volt, hanem nem létezett műtárgypiac, illetve pseudopiac volt, az árak alacsonyak voltak, és ezért életjáradék fejébe komplett gyűjteményeket be lehetett vonzani a múzeumokba. Ugye a JPM-be Romvári Ferenc, az többek között ezzel alapozta meg. Hogy ez a Pécsi János Pannonius igen, Múzeum. Tehát hogy a csomó gyűjteményt oda kanalizáltak, adtak egy tisztességes életjáradékot. Ugye a Tamás Herriknél is így volt, a Tamás Herrik gyűjteményéről így került be, de hát sok ilyen volt, Gegesi, stb. Tehát, hogy ez volt az egyik út, hogy múzeumba kerültek ezek a nagy gyűjtemények, a másik meg az, hogy ezek polgári emberek voltak, akik az 50-es, 60-as, 70-es években rá voltak kényszerítve, hogy a megszokott életmódhoz közel tudjanak élni, hogy fokozatosan eladták a képeiket. De ezek igazából nem nagy baj. Tehát, hogy az, hogy ha egy gyűjtemény tovább él egy generációt, az már fantasztikus dolog. Tehát, hogyha meghal a gyűjtő és a gyermekénél az még egy darabig ott van, az tulajdonképpen már egy különleges. A három generáció az már olyan ritka, mint a fehér holló. És hogy az, hogy felbomlik egy gyűjtemény, azt nem szabad igazából egy ilyen sorscsapásként tekinteni, mert ez az, ami megtermékenyíti a következő generációt. Tehát, hogyha ott ragadnának a képek, és aztán bekerülnek a múzeumban, akkor mit vennének a gyűjtők? Tehát, hogy ez tök jó, hogy most van valahol egy olyan kép, akinek a tulajdonosa azt mondja, hogy ez nem csak egy szép egri, hanem én azt is tudom, hogy ezt a egritől a Fruchter vette, meg tudom nézni azt a levelet, amiben erről alkudoztak, stb. És akkor így az egész sztoriba beemelődik a Fruchter Lajos neve is, vagy de mondhatnám a Radnaiét is. Tehát, hogy ez jó. Igen, mások olyan tragédiaként élik meg, hogy jaj, ez a gyűjtemény fölbomlott. Fölbomlott. A lényeg, a tragédia az, ha nincs feldolgozva az a gyűjtemény. Tehát, ha volt egy gyűjtemény, egy műalkotás, én mindig egy gyűjteményt műalkotásként kezelek, ha az nincs lefotózva, nincs tudományosan feldolgozva, és szétporlad a semmibe, az tragédia, az valóban. De abban a pillanatban, ha te ezt feldolgoztad, ha van róla interjúr fotód, és le tudod tenni az asztalra azt a könyvet, hogy Radnai gyűjtemény, így nézett ki, ez motiválta a gyűjtőt, ezek a képek voltak benne, akkor már nem baj, hogyha az új útra indul az a műalkotás. Vagy mondjuk a Bedő gyűjtemény.
Hát igen, de ez pont olyan példákat mondunk, aminél megtörtént szerencsére a feldolgozás, mert a Bedő az egy nagy túlélő volt ebből a szempontból, mert ott... Bedő Rudolfról van szó. Így van, tehát a nagybányai festékgyáros, aki szintén egy mindenevő volt, tehát ő még abban a generációban volt, mint a Nemes Marcellék, tehát hogy legyen kortárs magyar is, mármint akkori kortárs 20-as, 30-as évek, de legyen barokk bútor, rokokó, mit tudom én, ezüsttárgyak, bányász emlékek, stb. Mármint ilyen bányász ötvös tárgyak. Tehát hogy az is át van adva a jövőnek. Tehát azt már az unokáink is tudni fogják, hogy a Bedő mit alkotott, mert oda lehet tenni eléjük azt a könyvet, ami erről született. Hát az kár, hogy az a lakás az már nincs meg, ahol hát valakinek eladták, mert annak volt egy hangulata, ahol a Enspach Gábornak volt vállalkozása, azért azok között, a falak között. Az, hogyha lenne képeket. Ilyen egy-kettő, az tényleg jó lenne. Tehát, hogy léteznek ilyenek nyugaton, hogy valami in situ megtalált egy gyűjteményt, tehát az tényleg fantasztikus, meg főleg a festő műtermek Párizsban, ami egy-kettő megmaradt úgy, az tényleg jó. De én nem látom ezt a nagy tragédiának, a gyűjtemények felbomlását. Olvastam egy interjút, amiben azt nyilatkoztat, hogy szükség volna arra, hogy nagy magyar életműveket többnyelvű internetes alakú katalógusban jelentessenek meg. Ennek van esélye? Én ezt csodálom, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy én 20 éve mondom, vagy 15 éve, hogy ez a jövő, mert hogy olyan iszonyatosan drága egy őrkatalógus megcsinálni, hogy az, mivel Magyarországon a könyvpiac olyan, amilyen, tehát hogy egyszerűen attól, hogy be vagyunk zárva a nyelv miatt, nagyon kis. Tehát, hogyha egy művészeti könyv elfogy 2000 példányba, az már hurrá. Tehát, hogy egy Tassen az mondjuk kiad, most nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem 100-200 ezeres példányszámot biztos a nemzetközi piacon egy menő festőről. Úgyhogy az, hogy korrekt övrőkatalógus létrejön, az csak úgy tud létrejönni, ugye itt a Kálmánnál vagyunk, tehát egy műkereskedő kvázi presztízs beruházásként ezt fölvállalhatja, abba van ráció. Üzleti szempontból az zérus, tehát hogy nem hozhat pénzt maga a könyv. A nyugaton is egyébként az, hogy egy menő műkereskedő, tehát nem véletlenül az impressionistáknak kikadják ki az övrőkatalógusait, mert hogyha elad egy Monét 30 millió euróért, akkor abból ki lehet hozni egy őrkatalógus, de ha elad valaki egy Ripley-t mondjuk 50 millióért, abból már hát ki lehet, de akkor már haszon kétszer annyi elmegy rá, mint amennyi a képen a haszon volt. Tehát én szerintem a jövő emiatt is az internet, a másik pedig az, hogy az őrkatalógus akkor jó, ha folyamatosan frissül. Tehát hiába ad ki valaki 10 évvel ezelőtt egy őrkatalógust, abban biztos, hogy bekerült hamisítvány, biztos, hogy hiányoznak belőle képek, amik azóta előkerültek. Ezt csak is kizárólag az interneten. Mert az egy, mint a gumiszoba állandóan. Hát folyamatosan lehet frissíteni, és töredékébe kerül. Tehát ott a kutatót meg kell fizetni, egyszer le kell programozni egy ideális alapot, amire ezt lehet csinálni. Tehát én csodálkozom, tehát én tulajdonképpen, ha állam lennék, és kulturális beruházásba gondolkodnék, akkor ezt csinálnám. Mert létrejön mondjuk egy csontvári őrkatalógus az interneten, legjobb fotókkal, részletfotókkal, nemzetközi analógiákkal, mindennel, akkor nem kell azzal bajlódni, hogy most azon izgulok, hogy megcsináltam egy könyvet, akkor ennek, hogy kipostázzam a Musée d'Orsayba, vagy Amerikába, stb., akkor az a végén a számla kétszer akkor lesz, mint amiben a könyv kerül, hanem megcsinálja angolul, megcsinálja magyarul, és onnantól kezdve az egész világon ott van a csontvári életmű integrálva van a világ képzőművészetébe. Ha már a csontvári életművet említetted, és itt majd kapcsolódunk a írói munkásságodhoz, hát itt például a csontvári könyvben, amit te megírtál, ott volt egy különleges felfedezés, ha már az előkerülő képekről beszélünk, hogy hát ott te kikutattál egy olyan csontvárit, amiről soha senki korábban nem is tudott. A túlzás, tudtak róla, abban az volt a szép, hogy hamisnak lett minősítve. Komolynak, igen. Nem, hát az a kép az egy ismert valami volt, ráadásul a 30-es években a Szépművészeti Múzeum vette meg, tehát ez a Szépművészeti Múzeumban, és utána a Magyar Nemzeti Galéria raktárában volt. De mivel 1947-ben valaki hamisnak minősítette, ez a bélyeg valahogy rásült, és onnantól kezdve nem,
foglalkoztak vele igazán a képpel. És akkor én, nekem az én, hogy is mondjam, hozzátételem ez az ügyhöz annyi volt, hogy egyrészt megtaláltam, hogy ez már 1936-ban reprodukál volt a Pesti Napló képes mellékletébe, a 36-os nagy csontvári kiállítás kapcsán, amiről tudni lehetett, hogy a Lehel Ferenc állt mögötte, meg a Gerlóci, akik hát, ha valakik értettek a csontvárihoz, akkor az első csontvári monográfia szerzője a Lehel, meg a Gerlóci, aki fölvásárolta majdnem a teljes hagyatékot. Plusz... Ez, bocsánat, hogy közbevágok. Ez egy garancia arra, hogy ez ott volt a kiállításon, hogy a Gerlóci meg a Lehel, de nem ettől még ez lehetett hamis. Nem. Tehát Gerlóci is tévedhetett. Persze, ez így van. Tehát ez egy érv, elég kemény érv, mert ugye a 36-ban nem nagyon volt még igény, már kezdett lenni igény arra, hogy valaki csontvárit akar venni, mert 60-i Ferenc, meg egy-két ember már vásárolt csontvárit. Tehát ez csak egy érv, elég nyomós, de lehetne azt mondani, hogy nem. Tehát, hogy mivel nem élt akkor a csontvári, nem ő maga rendezte, ezért bekerülhetett oda a hamisítvány. Ami még döntő volt, hogy sikerült megtalálni egy levelet, meg a korabeli szépművészeti iratokat, hogy ezt kitől vásárolták. Most, ha agyonütnek se jutna eszembe, de pár perc alatt eszembe jutna. Lényeg, hogy ez egy felvidéki gyűjtő, Oppenheimer Rezső volt az egyik, de volt egy másik is, akinek most szintén orvos, azt hiszem Losoncon, akik még közvetlenül, mivel ők nála négy kép volt összesen, mind a négy eredeti volt, és mind a négyről lehetett tudni, hogy ez a csontvári patikájának a padlásáról került ki, és úgy került ilyen felvidéki tulajdonosokhoz. Tehát ha tetszik, a proveniencia olyan kőkemény volt, hogy még ezen túl is el lehet képzelni, de utána jön a stíluskritika, és ugye teljesen megfelelt az almát hámozó nőnek a felületkezeléséhez. Tehát ha már proveniencia rendben van, stíluskritikailag rendben van, ki voltál itt vagy korai kiállításon, akkor kevés. Akkor már elég nehéz akkor még azzal érvelni, még a nagyon akarnék bele tudnék kötni, de már nem érdemes. Vagy kössön bele más, és hogyha bizonyítja ennek a hamis voltát, akkor én meghajolok előtte. Nem csak a csontvári monográfia fűződik a nevedhez, hanem most csak nagy vonalakban a Batthyány, Durai, Derkovics, Abanovák, Sejber. Ezekben volt, amikor összeállítottad őket, akkor volt egy ilyen élmény, mint ez a csontvári kép? Vagy ott már csak idézőjelbe téve hozott anyagot rendszereztél? Nem, ez mindegyik élmény. Tehát, hogy ezt nem tudom azt mondani, hogy azért már a csontvárinál volt egy ilyen nagy találat, azért ez hú, de nagy élmény lett volna megírása. Mindegyik ugyanaz nagy élmény, tehát aki csinált már ilyet, az tudja, hogy ez egy klasszikus, arretipikus érzés, tehát a semmiből, vagy a majdnem semmiből, a elejtett információkból, levéltárakban lévő dokumentumokból. Tehát például mondok egy példát, a Batthyány életmű kutatásakor talán az egyik legmelbevágóbb érzés az volt, amikor az állambiztonsági szolgálatok levéltárába elmentem, mert hogy hát ugye azt lehet tudni, hogy a Batthyányit lecsukták 53-ban, akkor talán van róla valami az ÁVÓ-nál, az ÁVÓ iratanyagába kell. És akkor és ott láttad a rabosított fotót. Igen, és akkor elég bonyolult ott kutatni, mert hogy 70 évnek le kell telni, akkor ha tudományos szempontból kutatsz, akkor több helyről kell mindenféle ajánlólevél, stb. És az ember átmegy ezen, hát nem biztos, hogy lesz, sőt valószínűleg nem lesz semmi, de próbáljuk meg is, amikor leülsz, és kihoznak neked egy ekkora paksamétát, amiben nem csak a Batthyány Gyulának az anyaga van benne, az, hogy kínozták, hogy szedték ki belőle, hogy építették fel a konstruált pert, stb., hanem a fiának szólnak utána egy idő után, hát van még egy ilyen Batthyány, de az nem a Batthyány Gyula, hanem a Batthyány Bálint, hogy az érdekel-e, és akkor és akkor kihozzák, hogy a Batthyány Bálintot 57-ben, 56 kapcsán lecsukták, és hogy megvan a teljes jelentésanyag, amit a börtön zárkájába beültetett állrab jelentett róla. Vamzer. Igen, hogy próbálta kiszedni, hogy kikkel volt kapcsolatban, és hogy előjön neked ezekből a jellemzésekből, hogy milyen fantasztikus ember volt ez a Batthyány Bálint, hogy a mondatok, amit az ÁVÓ idéz tőle, hogy magamra még tennék terhelő vallomást, de hogy ezt másra tegyem, az teljesen kizárt.
és ezt leírja egy Wamser. És hogy, tehát, hogy ezek ilyen felemelő ügyek, ami tulajdonképpen a mai napig beleborzongok, meg bepárásodnak a szemeim, mert hogy bepillantást kapsz egy, mit tudom, 60-70 évvel korábbi dologba, és nem feltétlenül művészettörténeti szempontból, hanem az emberi jellem, meg a történelem, meg a gyarlóság, vagy a nemesség, tehát hogy tényleg ez ilyen felemelő pillanatok ilyenkor. És mindegyik festőnél van ilyen. Tehát lehet, hogy nem ilyen drámai, de hogy a Scheibernél is a történetek, hogy akkor még elmentem a valami munka kapcsán, én a Presser Gábort ismertem, és akkor beszélgettünk, és kiderült, hogy az ő papája, ő támogatta a Pressert, támogatta a Scheibert annak idején, meg hogy nem is tudom, hogy jöttem össze egy Antal, buta vagyok, egy nagyon-nagyon rendes ember, az Antal János talán nevű úr, akinek a papája szintén a Scheiber mecénása volt, és mesélte, és több, meg is van a kép, meg vannak a képek, amiket róla gyerekként festett, meg a testvéréről, és hogy mesélte, hogy ő látta, hogy a Scheiber két kézzel rajzolt, mert hogyha ugye nagyon szegény volt, és a lakásán készült ez a rajz, és hogyha a mamája, ennek, akit lefestett, már elkészült az ebéddel is, annak az illata bejött a szobába. A Scheiber iszonyúan szeretett enni. Igen. És hogy akkor olyan tempóba kapcsolt, hogy két kézzel, két pasztellel egyszerre festette a portrét, hogy minél hamarabb kész legyen és mehessen enni. Tehát, hogy tényleg zseniális szakma ez, amit én csinálok, főleg akkor, hogyha módod van arra, hogy ilyen könyveket csinálj. Mert azt hozzá kell tennem, hogy oké, én csináltam 11 néhány könyvet, de ez nem azt jelenti, hogy én vagyok a hú de fantasztikus művészettörténész, hogy ezt meg tudom csinálni, hanem ez kellett egy jó adag szerencse, mert hogy hát itt mindenki tudja, aki a Kálmán is tudja, aki ebben részt vett, amit az előbb mondtam, hogy könyvet kiadni az önmagában nem biznisz. Tehát, hogy nagyon nagy mázlista vagy, ha kijössz nószadóra ilyen művészeti könyveknél. Tehát nekem az is egy fantasztikus dolog, hogy a Kézelvak Tamás ezt fölismerte, hogy a galériának, a magyar művészetnek, meg az egész kulturális örökségnek az fontos, hogy szülessenek művészeti monográfiák, mert nincsenek. Tehát, hogy pont ez a szörnyű átka a magyar közéletnek minden területen, meg a magyar művészeti életen, mert hogy a legjobb rendezője ennek a piac. Tehát ahol el lehet adni nagy haszonnal egy művészeti monográfiát, ott nem kell vele törődni, mert akkor megy, mint a patak előre, és jönnek a dolgok. De amikor ebben nincs üzlet, akkor anélkül, hogy legyenek ilyen mecénás hajlomú figurák, akik fölismerjék a dolog fontosságát, nem lehet. Tehát, hogy én hiába tudnék fantasztikusan, magyarán csak ennyit akarok mondani, hogy hiába tudnék fantasztikusan írogatni, és hiába tud rajtam kívül 50-100 ember, talán annyi nem, de biztos, hogy lenne még 10 ilyeneket, hogy ők nekik ez nem adatott meg. Igen, mert egy másik interjúban azt nyilatkozott, hogy te tulajdonképpen mindig csak akkor írsz, ha erre valaki fölkér, és ezt ki is fizeti. Hát. Szóval te nem, hogy a nem saját vagyok, szakálladra nem írsz, mert nem vagy, hát nem pont, vagy olyan anyagi pontos, helyzetben. Pontosabban az a szerencse, hogy még pár évvel ezelőttől, vagy hát lehet, hogy már 8-10 évvel ezelőttől is, amit én szeretnék, azt általában el tudom érni, hogy abból könyv legyen. Tehát ezeket a dolgokat nem úgy kell képzelni, hogy csörög a telefon, és a Molnosú Scheiber, hanem ahhoz van valamennyi ráhatásom a Tamás előtt is, hogy mit lenne érdemes csinálni. Vagy mi, tehát például ez a gyűjtéstörténeti nagy könyv, amit én a főművemnek tartok, ez az elveszett örökség, ez abszolút az én mániám volt. Tehát én ezt 10 éven keresztül akartam megcsinálni, pályáztam a NK-hoz, lepattantam, mint a pingponglabda, stb. És ez... Arra volt valami indoklás? De hát ezt nem szokták indokolni, tehát hogy az beadod a pályázatot, gülcölsz vele, aztán valaki kap, valaki nem. De hát ez nem, én nem akarok emiatt sírni, mert az a szerencse, hogy aztán volt valaki, aki el tudta intézni, hogy erre végül
jöjjön annyi pénz, amit nagyon nehezen tudok elképzelni, hogy magyar művészeti könyvre áldoztak ennyit, mert hogy ez iszonyú sok. Mondjuk, meg Lázár János volt, ilyet, aki igen, úgy tehát, érezte, hogy erre igen. Azt hiszem 20 millió forintot Nem tudom, hogy mennyit, én a pénzügyekkel nem foglalkoztam. Nem, azt mondta azon a sajtótájékoztatón, amin bemutatták könnyen lehet, de hát ugye a könyv természetében, vagy a témájából fakadóan, ott már csak a fotójogok is olyan kapitális hát értéket értek, mert hogy itt grékok, szezánok, fangogok, stb. Kellett a legnagyobb múzeumoktól kikérni. Én ezt utálom, ha lehet ilyen hülyeséget mondani ezzel a nagy magyar helyzettel kapcsolatban, hogy igazán fantasztikus dolgok, azok a rendszer hibából fakadóan jöhetnek létre, vagy nem is azt mondom, hogy a rendszer hibából, hanem valami különleges helyzetnek kell. Tehát ha mondjuk a Lázár Jánost nem érdekli a gyűjtéstörténet, akkor valószínűleg soha nem lesz elveszett örökség. Holott egy normális országban szerintem úgy kéne működni, hogy van valaki, aki már teljesített, van egy olyan téma, ami úgy gondolják az emberek, mert minden józanul gondolkodó ember úgy gondolja, hogy ha valami érdekelheti a külföldet a magyar művészettel kapcsolatban, az, hogy itt létezett 100 évvel ezelőtt egy olyan gyűjtői kultúra, hogy akik nem a Falk-Miksa utcában, meg a mit tudom, hol vásároltak, hanem a Bernheim-Zsönnél, meg a Volárnál, meg a világ legnagyobb műkereskedőinél, és mondjuk havonta jött egy olyan 10-es szett a Nemes Marcellhez, amiben volt 3 Manet, 2 Van Gogh, 4 Cézanne, stb. Tehát ezt azt tudom a visszajelzésekből, hogy ezt elképzelni nem tudták Nyugat-Európában. Tehát a legnagyobb kereskedők írnak leveleket a Kízelbak Tamásnak, és tátják a szájukat, hogy ez tényleg létezett, hogy itt Magyarországon ilyen értékek voltak. Tehát mondjuk csak, hogyha ennek a kötetnek a borító képét nézzük meg, a Manet-nak a Folies Bergère bárjánál című képét, ami a... Hát, hogy mondjam, hát, nagyon ismert a nyugati nyugati a világ világban. Mondjuk a világ egyik legszebb képe, vagy legértékesebb képe. Hogy arról kiderüljön egy angolnak, vagy egy franciának pláne, hogy ez itt volt Magyarországon, az valóban egy nagy reveláció lehet. És ez nem tudott megszületni, csak hogy volt egy valaki, aki azt mondta, hogy ja, nem működik a rendszer, akkor én belenyúlok a rendszerbe. Mert hogy ez erről szólt. De ez zárójel, ezt nem is kell. Nem, hát azért az nagyon, nagyon fontos volt, mert ha már itt a gyűjtéstörténetről beszélünk, akkor ugye Geskó Judit volt számodra a Szépművészeti Múzeumnak a művészettörténésze egy fontos impulzus, hogy elmondta neked, hogy írjál egy gyűjtéstörténeti tanulmányt, Kóner Adolfról, azt hiszem. Pontosabban, ugye az, hogy én elindultam egy út, ezen az úton, az vissza kell kanyarodom a Dezsőhöz. Az Zafír Dezső egyik nagy erénye volt, hogy ő mindent vásárolt, amit ő fontosnak tartott, tehát iratokat is. És egyszer kiderült számomra, hogy a Dezsőnél van a teljes Kóner gyűjteménynek a leíró kartotékja, amit azt kell elképzelni, hogy a 20-as évektől, a 34-ig, amikor nagy aukció volt, ez történt, a Pogány Kálmán nevű művészettörténetes történést csinálta, és ezek ilyen ekkora kartonok, mindegyik műtárgyhoz, tehát megvan a Van Gogh olajerdő, a Cézanne képe, Fekete órás csendélet, ezek a kartonok megmaradtak egy fatális szerencse révén, Dezső valami családnál nem vásárolta. Nem fatális, hallatlan szerencse. Igen. Fatális, akkor az enyészet élet volna. Igen. És ezt én láttam, és ez maga, mint tárgy is fantasztikus volt, a Kónernek a benyomott domborpecsétjével, minden tárgynak a pontos leírása, a keret hány centi, a kép mit ábrázol, hol volt kiállítva, hol volt reprodukálva, egy csúcs. Ma nem születnek ilyen tárgyleíró kartonok, messze nem születnek. És akkor engem elkezdett ezért érdekelni a Kóner, ebből akartam egy ideig írni a PhD dolgozatomat, de hogy a Geskó Judit úgy került a képbe, hogy ő tartott egy szeminárium órát a művészettörténet szakon, és valahogy kiderült számára, hogy én gyűjtéstörténettel szeretek foglalkozni. És készítette elő a Monet és barátai kiállítást a Szépműbe, aki, hogyha valaki nem emlékezne, az volt az első blockbuster kiállítás a rendszerváltás után, akkor tényleg megvalósult az, ami korábban talán nem nagyon, hogy ilyen 100 méteres sorok álltak a Szépművészeti Múzeum előtt. És hát neki nyilván ez fantasztikus energiáját kötötte le, hogy a kiállítást létrehozza, viszont akart a katalógusba egy gyűjtéstörténeti tanulmányt, ő írta, és akkor megkért engem, hogy csináljuk, kooperáljunk össze, csináljuk meg ketten ezt a
tanulmányt. És ez végül ez megszületett, a Judit is, a Geskó Judit is talán jó élményt hordozott magába, hogy jó volt ez a közös munka, a tanulmány jó lett, sikeres lett, és akkor innentől kezdve az ő nagy opuszainál, tehát a Van Gogh kiállításnál, a Cézanne kiállításnál mindig felkért. És akkor mindegyik festőről, annak magyarországi gyűjtés történetéről én írtam, és ezek be is kerültek a katalógusokba. Ha már Cézannál meg Van Goghnál tartunk, hogy tulajdonképpen az az érdekes, hogy ha az ember végigtekint mondjuk akár a Van Gogh életrajzán, ugye tudjuk, hogy az életében egyetlen egy képet nem adott el, annak ellenére, hogy a bátyja Theo műkereskedő volt. De ahogy te valahol megfogalmazod, hogy mind Cézanne, mind Van Goghot, az ő reneszánszukat a műkereskedelem robbantotta be. Én ezt csak akkor szoktam mondani, amikor a művészettörténészek vagy a muzeológusok kicsit ilyen lefitymálóan nyilatkoznak a műkereskedőkről, hogy nem kell azért annyira, hogy előhoznak ilyen értéktelen művészeket és megpróbálnak felépíteni, miközben amikkel a muzeológusok meg a művészettörténészek foglalkoznak, én is, azokat 99%-ban műkereskedők kezdték hype-olni, úgymond, ami teljesen természetes, tudnék. A múzeum az mindig egy konzervatív intézmény, tehát mivel közpénzből... És lehetőleg bezárkózik. Nem az, ő közpénzből gazdálkodik. Ő nem... Vabankra nem játszhat, hogy ebből az majd befut, vagy nem fut be. Ez a műkereskedelem feladata. Tehát amikor előjön egy ismeretlen életmű, abba pénzt kell áldozni, vinni kell külföldi kiállításokra. Tehát az régen is úgy ment, tehát amit a Kálmán például csinál, hogy Párizs, stb. A Tefaf, azt régen is így csinálta, a Bernheim Zsön, a Volár is így csinálta, utazó kiállításokat csinált, ennek kapcsán jöttek először ide Van Gogh meg Cézanne képek, majd megálltak Bécsbe, csináltak egy kiállítást, megálltak Budapesten, megálltak Prágába, Pozsonyba, stb. És próbálták eladni a portékát. Tehát az, hogy valami áru, az nem azt jelenti, hogy az gagyi. Tehát ezek Cézannet, meg Van Goghot, meg Renoirt akartak eladni, és hát inkább a akkori múzeumi vezetés szégyene úgy mond, hogy nem vették. El tudták adni adott esetben a Kohnernek, de megvehette volna a magyar állam is, föl volt neki kínálva, tehát hogy fantasztikus képeket tudnék sorolni. Na de azért itt hadd kérdezzem meg, hogy mondjuk Petrovics Elek, akiről mindenkinek pozitív véleménye van, mint a Szép Művészeti Múzeum főigazgatójáról. Ő például nem startolt rá Van Goghra. A Petrovics az 14-től lett a Szép Műigazgatója, és ezek a bevezető kiállítások, ezek 907, 10, 12 abban az időben és volt. És akkor ki volt az igazgató? A másik, hát most nem akarok mondani, hogy a modern képtárnak, illetve hogy annak a részlegnek ki volt, de lehet, hogy ennek prózai boka volt, tehát a magyar múzeumoknak soha nem volt pénze. Tehát annyi volt, hogy lejmolni tudtak, és ebben volt fantasztikus a Petrovics, hogy olyan kapcsolatokat épített ki a korabeli nagy műgyűjtőkkel, Nemessel, 60-ival, Kohnerrel, hogyha ő becsöngetett hozzájuk, és azt mondta, hogy hát itt most van valami, nem tudnánk-e közösen, nem adnátok-e pénzt rá. Az, hogy van Cézannunk, a büfé, a tálaló című kép, az annak köszönhető, hogy a 60-i odaajándékozta a Szép Művészeti Múzeumnak. Nem lenne. Ez például Van Goghal nem sikerült, tehát Van Goghunk egy sincs. De Cézannunk azért van, mert egy gyűjtő egy az egybe odaajándékozta neki. Tehát, hogy ezért is nagyon fontos, hogy a muzeológusok és a múzeumi vezetők jó kapcsolatokat ápoljanak, mert hogy a nagy szerzeményezések ilyenek révén jöttek. És ezek sokszor biznisz alapon történtek. Tehát, hogy azt is tudni kell, és nem szabad elhallgatni, hogy a fennkölt nagy ajándékozások az egy deal részeként jöttek sokszor létre. Tehát, hogy a Nemes Marcell nem véletlenül adott, mondjuk nem, már nem emlékszem hányba, annyi festményt a Szép Művészeti Múzeumnak, meg kell nézni, ő akkor adta, amikor ő kiköltözött Münchenbe, és hogy ki tudja vinni a képeit, meg kellett, tehát ő, a Petrovicsnak volt egy elég tárgyalási potenciál a kezébe, hogy oké, megadjuk az engedélyt, de ez nem zsarolási alapon ment, hanem a Nemes is tudta, hogy neki mi jó, a Petrovics is szerettett volna képeket, és azt mondta, hogy megadjuk a kiviteli engedélyt, de hát jó lenne, ha valami. Na de itt muszáj megkérdeznem, hát a Szép Mű pontosan tudta, hogy mi van a Nemes Marcell gyűjteményében? Hát,
Mert azért akkor... Ezek az emberek szerették a művészetet. Tehát a Petrovics Elek egyrészt lejárt a japán kávéházba. Együtt iszogatta a kávét a Nemes Marcellel. Ha jöttek képek Prárisból a Nemes Marcellhez, akkor a Petrovics is elment megnézni. Ahogy egyébként a Hatvani Ferenc is elment a gyűjtésben a nagy konkurense. Tehát muszáj volt megmondani, hogyha én menni és szeretnék Münchenbe, akkor én ezeket a képeket ki szeretném vinni, és akkor is érvényben voltak szabályok, hát volt, hogy nem lehetett csak úgy. Hát ott a kiviteli engedélyt kellett kérni, neki minden képről be kellett adni azt az engedélyt, hát nyilván ezt követte egy tárgyalási procedúra, hogy ezt hogy lehet megoldani. És nagyon sok ilyen nagy ajándék kapcsán ez is van a háttérben. Adtak ők teljesen, hogy is mondjam, jó, ilyen kölcsönös előnyök nélkül is, pusztán a múzeum szeretete miatt, és leginkább a Petrovics szeretete miatt. Tehát azt lehetett tudni, hogy a Petrovics egy olyan figura, nyugodtan merem mondani, hogy nála nagyobb ember nem volt a magyar múzeumok környékén. Tehát én sok mindenkivel foglalkoztam, de olyan, hogy valakiről csak pozitívakat mondjanak a kortársak, aha, olyan nem létezik. Tehát őróla csak pozitívan nyilatkoztak. Tehát tényleg egy fantasztikus, csak a művészetnek élő valaki volt. És akkor a posztját jelen esetben, mondjuk a Nemes Marcell esetében nem zsarolásra használta, hanem ez egy beszélgetés megbeszélték, volt. És akkor hát mondjuk meg azt, hogy ezekben a nagy emberekben, mint a Hatvaniban vagy a Nemes Marcellben, volt egyfajta hazafiság. Persze. És ők azért is oda ajándékozt. Tehát a Hatvani odaadott egy Cézanne, hogy akkor a hazájának tesz valami. Igen, így van. Tehát ez egy annyira egybeforrott valami volt. Tehát lehet látni, hogy nagyon kevés fotónk maradt a Nemes Marcellről. Hát az egyik, hogy ott virít azzal a díszmagyar. Virtigli díszmagyarba. Tehát, hogy jó, benne nagy adag pozőrség is volt nyilván, meg egy színészi véna, tehát ő rájátszott erre, de föl nem merült ezekbe az emberekbe, hogy nem hazafiak lettek volna. Egyébként félig meddig ez de messzire vezetne. Tehát az a nagy korszak, talán ettől nagy korszak, hogy az elit egyben volt. Tehát ma teljesen ketté van válva Magyarországon az elit. Akkoriban a zömében zsidó háttérrel érkező nagypolgárság, az arisztokrácia és a nagyhivatalnoki réteg az szövetséges volt és összejártak. Tehát annál szebb szimbólumot én mindig szoktam mondani. Tehát, hogy a Főutca 11-ben volt a Andrássy palota. Az ifjabb Andrássy Gyulának ott volt a fantasztikus gyűjtemény, a barbizoniakkal, stb. A hátsó fronton neki voltak bérlakásai, exkluzív bérlakásai, amiket kiadott. Az egyik bérlő az a Hatvani Ferenc volt fiatalon, amikor még nem vette meg a Hunyadi János úti villát. És hát ezek az emberek a top arisztokrácia képviseletében az Andrássy, a Dunafelüli fronton, a zsidó nagypolgár, a Bemrakpa, illetve a főutcai fronton, ezek esténként összejöttek, és az egyiknek volt Cézannja, a másiknak volt mondjuk Munkácsia, Pál Lászlója, Monéja is volt, és ezek megnézték egymás képeit, és tökéletes egységben voltak, és nem volt semmiféle szembenállás. Tehát nem volt rivalizálás? Rivalizás sem? Volt, gyűjtői rivalizálás nyilván, de nem az volt, hogy ketté van szakadva egy társadalom, hanem hogy legalább nagy vonalakban egy irányba húzott az elit. Gondolom mindegyik maga, meg a saját hazájának a jóléte inspirált, vagy abba az irányba szeretett volna előre menni. Hát ez így nagyon érdekes, hogy akár a Nemes Marcell, vagy a Hatvani összejárt az a gróf Andrássy Gyulával. Hát ez egy, ugye ez egy kis ország volt akkor is, ha még nagyobb is volt, mint a mostani. Igen. De az, hogy volt egy gyűjtői társaság, a Szent György cég, hát azt is nehéz elképzelni ma, hogy akkor havi rendszeressége volt olyan, hogy na, most akkor a Kóner Adolfhoz lehet bemenni. És akkor összejött 150 ember, akik ennek a társaságnak a tagjai voltak, és ott várta őket egy butler, vagy egy inas, vagy mit tudom én, és végigmentek a Kóner Adolf Damjanich utcai palotájának minden szobáján. Tehát egy tárlatvezetés volt egy magán otthonban. Ugyanez... Ma meg bezárkozó gyűjtők igen, vannak. Igen. Ugyanez az Andrássynál, meg mindenkinél. Furcsa módon, ezt is írod egy helyütt, hogy a Magyar Tanácsköztársaság, amelyre hát különösen ma nagyon rossz szemmel néznek, és nagyon sokat bírálják. Ha nincs Magyar Tanácsköztársaság, akkor rengeteg fantasztikus, korabeli, nemzetközi súlyú kép eltűnik Magyarországról, mert összegyűjtötték a köztulajdonba vett műkincsek kiállítására,
ezektől a nagy emberektől összegyűjtötték a különböző képeket. Igen. És milyen mázli, hogy ez végül is megmaradt. Igen, hát ez sokszor van a közép-európai vagy közép-kelet-európai történelemben ilyen paradoxon, hogy valami rossznak indul, de végül a végeredménye jó. Mondjuk sokszor bizonyos van, szempontból. Sokszor, többször van az, hogy jónak indul, de katasztrófa a végeredmény. De művészeti szempontból, ha innen nézem 100 év távolából, akkor én nagyon-nagyon sokat köszönhetek a tanácsköztársaságnak, főleg gyűjtéstörténeti szempontból, mert minden idők legnagyobb kiállítása, ez a köztulajdonban vett műkincsek kiállítása 19 májusában, mert hogy akkor nem az volt, hogy XY jóba volt a múzeummal és odaadta a gyűjteményét a kiállításra. Hanem rekviráltak. Hanem rekvirálták, tehát ez egy olyan keresztmetszet ad a korabeli gyűjtés hálapotáról, ami soha előtte és utána se jöhetett létre, mert ez egy kényszerből, ott mindenki. Ezt kiválogatta. Ez volt egy művészeti direktérium, aminek a Pogány Kálmán volt a vezetője, és főleg ő, de a korabeli legjobb, hát az Otto Benes, aki egy bécsi művészettörténész volt, őt kérték fel, és tulajdonképpen ő írta a katalógus, meg ő rendezte, de hát akkor a Hoffmann Edit, a Kenzler Hugo, Pogány Kálmánt, a Tolnai, aki utána, tehát az öme ugye kénytelen volt utána emigrálni, és Angliába lettek világsztár művészettörténészek, Antal Frigyes, stb. A művészet szociológia kvázi megteremtője. Tehát ezek nagyon-nagyon nagy emberek voltak. Ugye azt tudni kell, hogy a tanácsköztársaság, ahogy indult, ott majdnem mindenki azt gondolta, hogy ebből jó dolog születik. Kodály, Bartók, az irodalmi életből is mindenki. Lukács. Művészettörténészek között is majdnem mindenki ezt így gondolta. És azt, hogy itt jönnek a románok például, háborús helyzet van, azt, hogy össze kéne gyűjteni a műtárgyakat egy biztonságos helyre, azt elég sokan gondolták, még a műgyűjtők is, akik odaadták. Tehát ezzel magyarázható, hogy a tanácsköztársaság bukása után például Pogány Kálmánt, aki az egésznek a tetején ült, börtönbe csukták, és megvan az a folyamodvány a bírósághoz, én kézbe fogtam, amin kegyelmet kérnek neki, és az aláírók közül az összes nagy gyűjtő ott van. Ha jól emlékszem, még az András is, de a Kóner biztos. Tehát azok az emberek kérték, hogy ezt az embert mentsék föl, akiktől rekvirálta a műtárgyait, akiktől az ott esetben a Cézánt, meg a Van Goghot, meg ezeket a képeket elvitte. Mert ezek egyrészt jóban voltak korábban a Pogány Kálmánról, tehát a Pogány Kálmánnal. Tehát azt tudni kell, hogy úgy jöhetett létre az gyakorlatilag egy hónap alatt ez a kiállítás, hogy akik ezt csinálták, azok a művészettörténészek, az elmúlt 10 évben, a megelőző 10 évben minden gyűjteményt föltérképeztek és tudták. Nem azért, mert azt gondolták, hogy egyszer majd ezt rekvirálják, hanem nekik élő kapcsolatuk volt a magyar műgyűjtőkkel. És mondom, így létrejött egy olyan tárlat, ami azt el nem tudjuk képzelni, mert tehát a műcsarnok fullra tömve a grékokkal, a szezánokkal, mind a teljes, mondjuk reneszánsztól felfelé a teljes művészettel, szobrászat is, gemmák, szőnyegek, stb. Tehát az egy olyan látlelet a korabeli, és ráadásul a teljes iratanyag megvan. Tehát a lefoglalási jegyzőkönyvek a szép műirattárában vannak aláírva, hogy borzongató. Tehát azt lát, ugye ezek úgy történtek, hogy 19-ben kikiáltották a tanácsköztársaságot, 20-án elindultak ezek az emberek, ilyen bútorszállító kocsikkal, lovak húzták, becsöngettek a Herzog Mór Lipót palotájába, Andrássy út, nem tudom, 91, és akkor söprés. És akkor be a bútorszállító kocsiba, ugyanígy az Andrássy, az Nemes Marcelles, stb. Tehát ha ezt magunk elé képzeljük ezt, tehát egy tiszta filmjelenet. Az egész. És akkor van egy olyan epizód, hogy a románok jönnek, félő, hogy elérnek Budapestig, és akkor a Kenzler Hugo, aki a művészeti direktériumnak volt az egyik tagja, művészettörténész, állítólag egy kicsit ilyen ördögi, alacsony, pupos ember volt, éjszaka belopózik a műcsarnokba, és leveszi a falról az Andrássytól érkezett Rembrandt önarcképet, beteszi a kabátja alá, és hazaviszi, elrejti, és utána, amikor kiderül, hogy a románok mégse jönnek, akkor visszacsempészi a kiállításra. És utólag ebből egy per lett, mert a Kenzlert el akarták ítélni, hogy el akarta lopni a Rembrandtot, miközben mindenki tudta, és a tanúk bizonyították, hogy ez annyira szerette ezt a képet a Kenzler Hugo, hogy csak meg akarta menteni a románok elől. A csavar a sztoriba, hogy utána kiderült, hogy ez persze nem eredeti Rembrandt, hanem ez egy 19. századi, nagyon jól sikerült másolat.
De azt senki nem tudta akkor, és a teljes nemzetközi szakma ezt eredetinek tartotta. Sőt, amikor meghalt az Andrássy Gyula, akkor az örökösök horror összegére adták el egy svájci gyűjtőnek még ezt a Rembrandt képet. De hát ugye a 60-as, 70-es években volt egy nagy revízió a Rembrandt életműbe, és akkor ezt kipöckölték onnan, egyébként joggal, mai szemmel, ezt jól látszik. Azt mondtad, hogy ez egy filmbe illő jelenet, és ha már a filmet hozott szóba, akkor itt kellene beszélnünk arról, hogy a régi magyar filmekben a két háború közötti fekete-fehér, természetesen fekete-fehér filmekben rengeteg festmény bukkan fel a falon, az ebédlőkbe, hálószobákba. Most nem is tudom, hogy melyik filmben, ha nem láttam 5 vagy 6 Vörös Géza képet, akkor egyet se. Azt hiszem az Új Lány szobát keres. Vagy az, igen. Igen, igen. Mert az... igen, de ahogy a Vörös Gézák fölbukkantak, úgy egy csomó más magyar klasszikus kép is fölbukkant. Mi lehet az oka annak, hogy ott favorizálták, hogy ezekben az enteriőrökben igazi komoly képek legyenek? Hát valószínűleg okosabbak voltak, mint manapság. Tehát, hogy volt-e a művészettel foglalkozó emberek között egy ilyen vagy tudatos, vagy tudattalan kooperáció. Tehát az, aki a filmek berendezéséért felelt, annak voltak művész ismerősei, festőbarátok. Például ugye későbbre kivetítve, hogy aki 150 tonnet széket rendel a különböző enteriőrhöz, az azt mondta, hogy és akkor adjál még 8 képet, igen, igen. És akkor azok közül az illető, a berendező, az úgy gondolta, hogy akkor ide Vörös Gézát tesz. Igen. Tehát, hogy egyrészt az más volt, mint ma. Akkoriban egy polgári enteriőrbe kvázi kötelező volt a festmény a falon. Tehát ma ezt nem látjuk, de akkoriban magára valamit adó, ha tetszik, sznob vagy kultúra kedvelő valaki, az természetes volt, hogy a otthonának a falain képek vannak. Ez az első. A másik pedig az, ez az együttműködés. Tehát, hogy neked jó, ha a képeid bekerülnek egy sztárfilmbe, nekünk jó, mert nyilván nem kell érte fizetni, a műteremből átvisszük. Hát volt olyan film, amiben... egy festő volt a főhős, és a teljes műterme az csak Batthyány Gyula képekkel volt tele. Tehát nyilván azt mondták, hogy hadd hordjuk ide a nálad lévő képeket, mondták a Batthyány Gyulának, és akkor ezek a képek szolgálnak majd háttérként a filmhez. Tehát, hogy nagyon sokan nézik már ilyen szemmel a két háború közötti filmeket, mert óriási dolgokat, Sejber, Kádár, Vörös Géza, nyilván de ezek akkor ott, még Abanovák is. Akkor ennek még nem volt ilyen árfelhajtó hatását. Most a 30-as években Vörös Géza nem tudott annyi pénzt kapni a képeiért. Szerintem volt. Népszerűsítő hatása volt. Tehát, hogy akkor kiállítások voltak, a Vörös Géza kiállítás is, az nem olyan kiállítás volt, hogy jaj, de szép a kép, hanem az is volt, de minden kép mellette ott volt, hogy 300 korok, vagy pengő, 400 igen. pengő, stb. Igen. Tehát, ha lehetett mondani azt, hogy hát a Kabos Gyula ezelőtt a kép előtt pózolt, akkor szerintem ez hathatott az árakra is. Az érdekelne még, hogy ugye azt elmondtam, hogy kikről, mikről írtál már könyvet, meg összeállítottad ezt a fantasztikus Elveszett örökséget, előtte az Aranykorok rómjain című könyvet, ami azért kicsit kapcsolódik is a... igen, az egy fölvezetése volt. Elveszett örökséghez, vagy az utóbbiból átmentettél bizonyos részeket is, de ilyen fokú részletességgel, ennyi adattal te hogy dolgozol? Hát ez jó kérdés. Hát ugye a számítógép az fantasztikus dolog. Tehát aki kutatott és csinált könyvet, az tudja, hogy nekem régen, amíg még minden fénymásolatban, meg cetliken, meg ilyesmi volt, akkor a munkám körülbelül fele azzal telt, hogy emlékszem, hogy valahol ezt már leírtam és megvan, és utána keresem a lakásban. Tehát az, hogy van egy számítógép, és ebben jól meg lehet címkézni a fájlokat, meg a mappákat, stb., ez ideális ebből a szempontból. Az elveszett örökség az tényleg egy extra dolog, mert ott olyanokkal kellett foglalkoznom, amikhez valljuk be nem értek. Tehát, hogy ilyen középkori, meg gótikus ötvös tárgyakat nagyon könnyen megfognának, hogyha ilyeneket tennének elém. De hát abban az segített, hogy volt egy kapcsolatrendszerem, amit adott esetben mozgósítani tudok. Tehát én jól emlékszem, hogy
az enteriőröket, meg voltak nagy korabeli fotókon, iszonyúan nagyítható, tehát régi üvegnegatívokat szkenneltettem be a ilyen-olyan gyűjteményekből, és elhívtam magamhoz, sokat emlegette Zafir Dezsőt, akiről tudom, hogy a régi iparművészet, vagy tudtam, hogy az régi iparművészet nagy szakértője, és szépen kockánként kinagyítva végignéztem, hogy te Dezső szerinted ez milyen csillár, azt mondja, hú, ez nem barok, hanem neobarok. Jó, akkor beírtam magamnak, hogy ez milyen, hát ez gótikus, mit tudom, még aquamanile, tehát hogy másképp ez nem megy, tehát minden ez érteni nem lehet. Tudni kell, hogy kihez érdemes fordulni. De most, amikor azt kérdezem, hogy hogy dolgozol, akkor számomra, aki többször is végiglapoztam az elveszett örökséget, mert ezt nem lehet elolvasni se, hanem időnként az ember belen. Jó, na most úgy értem, hogy nem az, hogy leülök, és nem, akkor elkezdem addig, míg végére nem járok, hanem többször kell nekiugrani. De ez hány óra napi munka? Hát ez nem lehet így, mert az a könyv, abban mondjuk 15 éven benne van, az biztos. Tehát, hogy az a 90-es évek végétől, akkor már valószínűleg több is benne volt. Az olyan, hogy a gyűjtéstörténettel mindig foglalkoztam, amit találtam, azt csináltam, egy mappát lementettem. Tehát ha valaki már modern korban van benne, akkor nagyjából tudja, hogy mi az, hogy 1 terabájt. Tehát nekem 1 terabájtnyi tárhelyem furra tele van gyűjtéstörténettel, ami nem azt jelenti, hogy 1000 fotón van, hanem mondjuk 100 000. Ebben persze nagyon sok katalógus fotó, meg dokumentum fotó, de hogy tényleg ez egy olyan dolog, ami folyamatosan gyűlt az elmúlt 15-20 évben. És mondjuk egy ilyen könyv lehetett belőle. Nem tudom, én elképzelni nem tudom, hogy ezt hogy lehet így összeszedni. A munkamódszer egyébként tök egyszerű. Tehát ami nekem újításom volt talán a kortársaimhoz képest, ha én bementem valamit kutatni, mondjuk a Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézet lexikontárba vagy adattárába, akkor kikértem, és nem az volt, hogy fogtam magamat, és végignéztem 3 óra alatt, mit tudom, 200 oldalt, és ami fontos volt, azt kiírtam, hanem magam elé tettem, fogtam a digitális fényképezőgépet, és mint a gép mindent fotóztam. És ott helyben nem nagyon tudtam, hogy nincs annyi idő, tehát nem vehetem igénybe a dolgot, hanem fotóztam, és utána otthon tudtam feldolgozni. Tehát ezért van az, hogy nagyon sokan fordulnak hozzám, még muzeológusok, meg akik az adattárban dolgoznak, hogy ha már nem találnak semmit, akkor kérdezzük meg a Molnostól, hát ha tudja. És akkor nagyon sokszor valóban... neked van olyan anyagod, amit a múzeumban már nem nyilván lehet ő náluk, megnézni? Hát nem az, hogy nem lehet, hanem nem tudja, hogy hol keresse. Tehát én meg annyi mindennel foglalkoztam, és tudják rólam, hogy szakmányba fotóztam, hogy lehet, hogy neki 2 hétig kéne keresni azt, amit én már befotóztam, és tudom, hogy hol van. Tehát ilyen elég gyakran előfordul, hogy ez van. És mondom, ha tetszik, tanács, hogy inkább lefotózni mindent, mert hiába gondolom azt, hogy egy oldalnyi szövegből nekem csak 2 sor érdekes, de 1 év múlva már a másik 2 sor lesz érdekes, és hogyha én azt nem fotóztam le az egészet, akkor mehetnék be megint, azt se tudom, hogy ez hol van, így viszont minden megvan otthon. Mostanában a Facebookon publikálsz bizonyos képeket, amikről kiderül, hogy te ezt valamikor vetted, vagy ez nem olyan nagyon sűrűn fordul elő, de legutóbb föltettél egy képet, amiről kiderült, hogy ez a nagy magyar színész Jávor Pálnak a... De akkor most megfejtetted azt, amit én azóta nem értek, hogy ez miért lett ilyen népszerű ez a könyv, vagy ez a poszt, mert hogy pillanatok alatt, mit tudom, 200... Ez nem a színész Jávor Pál, de valószínűleg sokan gondolták azt, amit... Én például azt gondoltam, igen. Nem, volt egy Jávor Pál. És nem értettem, hogy eddig nem. Mi nem tudtam arról, hogy ez egy nagyon-nagyon jó Szolnokon is dolgozó festő, ez a Jávor Pál, aki egy időben még fauve stílusban is festett, mondjuk az 908-10 környékén. Nem, ez egy nagyon népszerű poszt volt, akkor ezek szerint csalódnom kell, mert hogy én imádom ezt a képet, esztétikailag nagyon szép. Gyönyörű. De spárgás csendélet. Igen. Csak lehet, hogy nem mindenki azt látta, hogy ez milyen jó kép, hanem lehet, én hozzá is írtam azt, hogy milyen szép a fény megcsillanása ezen a porcelán kancsón. Azért de nem a színész festett. Igen, nekem nagyon meg is lepődtem, hogy tudott így festeni. Mindegy. Itt most csak arra akartam így áthidalóan ugrani, hogy azért nem csak apádnak volt ott boltja az Ecseri, nem te is ugye kijártál, hát én, igen.
És ugye végig, a mai napig. Végig mentél, vagy kiállsz a mai napig. Még lehet venni valami gyöngyszemet? Hát most ha általánosan fogalmazik, akkor azt mondanám, hogy nem. De hát ugye ebbe a világban sincs fekete-fehér, tehát sokkal-sokkal kevesebb szer lehet jó tárgyakat találni, mint akár 5, akár 10, pláne 20-30 évvel ezelőtt. De azért néha lehet, meg ahogy én gyűjtök, meg vásárolok, az kicsit olyan, vagy nagyon olyan, mint a Dezső. Tehát a Zafirnál. Tehát, hogy az, ami nagyon értékes... De nincs mellényed. Nincs mellényem, de hogy én nem tudok arra akkora összeget áldozni, ami igazán komoly, hanem olyanokat tudok, mint például ez a kép, hogy ismeretlen, nincs szignálva, de jó kvalitású. Akkor megveszem olcsón, nem azért feltétlenül, hogy majd egyszer megtalálom, hanem azért, mert csak mert tetszik, és jó kvalitású a tárgy. Az egy ráadás, hogy egy idő után kiderül, vagy ki lehet nyomozni, hogy ki festette. Tehát, hogy ez bennem van. De hát, hogy én szeretek kiállni, minden szombaton kim vagyok, kivéve ezekbe a gyászos időkbe. De hogy ha másért nem, azt fontosnak tartom viszont, hogy a művészettörténészet ne csak a múzeumokban, meg a magángyűjteményekben megtalálható top kategóriával találkozzon. Tehát az ecseri, az nagyon fontos, hogy meg lehessen ismerni azt a zömöt, amiből kinőnek az igazi remek művek. Tehát ha valaki nem ismeri a C, meg B, meg D kategóriás magyar képzőművészetet, akkor nem tud összeállítani magában egy olyan cizellált kvalitás skálát, ami alapján be tudja lőni a jelentős műtárgyakat. Tehát, hogy én tudom, milyen Burkhardt Rezső, meg a Santo Maria, meg a... Tehát, hogy a teljes skálát látom, mert hogy ezek a képek az ecseri piacon azért előfordulnak. Nem beszélve a hamisítványokról. Tehát, hogy amiatt is nagyon fontos, mert ugye ott a ma működő, szerencsére igen gyalázatos színvonalú hamisítóknak a munkássága is gazdagon képviseltetve van. Ha már a hamisítványokat szóba hoztad, volt nemrégiben egy könyvbemutató, amely a hamisításokkal foglalkozott, a magyarországi hamisításokkal, és ott te is tartottál egy előadást. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy te is azon kevesek egyike vagy, akik erre úgy szakosodtak, vagy te csak úgy mellékesen meglátsz valamit, érdekel, akkor rájössz, hogy ez hamis, és akkor csinálsz róla egy tanulmányt. Szerintem nem, senki se szakosodott erre, én se, de az biztos, hogy én kezdtem el talán leghamarabb publikálni erről ilyen szisztematikusan. Tehát, hogy volt egy sorozat a Privart nevű, és utána Art Magazin című újságban, és akkor én ráálltam, és próbáltam rendszerbe foglalni azt, hogy milyen festményhamisítási típusok vannak, és mik bukkanak fel a magyar piacon. Ami egy ideig élvezetes volt, be kell vallanom, az elmúlt években egy kicsit unom, mert hogy ez egy nagyon, tehát nagyon kevés képzőművészeti téma üti át az érdeklődési küszöböt, a bulvár tekintetében pláne. Na most ebből nagyon kevés van, a műtárgylopás, a hamisítás, és talán a csúcsárak az aukciókon, ez a három. Ez az, amikor mondjuk kvázi a Blick is megjelenik, mint érdeklődő. Na most a hamisítás az egy bizonyos szintig, meg egy bizonyos ideig érdekes téma, de kicsit gusztustalan. Tehát az egy pseudovilág, ott minden olyan, mintha, de nem igazi. Tehát, hogy nem, a képek nem nyújtanak esztétikai örömet, tehát, hogy nem olyan szívesen foglalkozom vele, ma már nem is nagyon szeretek, mint mondjuk a gyűjtéstörténettel, de tény és való, hogy emiatt sokan megkeresnek, mert a hamisítás, társa foglalkozó publikációknak mondjuk a 80-90%-á vagy én írtam, vagy közön van hozzá. De nem egy élvezetes terület, azt kell, hogy mondjam. A pécsi vásárra is lejársz, vagy lejártál? Régen jártam, de összesen ha 5-10-szer voltam egész életemben. De az is egy, tehát jó élmény volt, apámmal mentem, meg néha Zafir Dezsővel. Az biztos, hogy nagyon-nagyon fontos területe volt ennek a sokat emlegetett 70-es, 80-as évekbeli magyar műkereskedelemnek, az ecserivel párhuzamosan. Tehát ez a két ilyen nagy felszívó terület volt, mert ugye azt nem mondtam, de ez nagyon fontos Magyarországon a műkereskedelemmel kapcsolatban mondani, hogy a magyar cigányság ez irányban affinitással rendelkező rétege, az nagyon uralta a magyar műkereskedelmet, főleg a 70-es, 80-as, 90-es években. Ma már nem uralja?
ma is bizonyos szinten, hogy úgy mondjam, az alsó papság, az a cigányság köréből kerül ki, de ma már nem működik ez az ő nagy fegyverük, a házalás. Régen, még az én 15-20 évvel ezelőtt is, az, hogy becsöngetett valaki egy pesti bérházba, és megkérdezte, hogy van-e eladó valami, az egy létező valóság volt. Ma már ez nem nagyon van. Másik az aukció. Azért nincs, mert félnek beengedni az embereket. Ezért is, meg az, hogy az internet már... Gyakorlatilag az internet kapcsán beköltöztek az aukciós házak a lakásokba, és ugye minden aukciós ház vállal ilyen értékbecslést, ezért egyszerűbb oda közvetíteni a tárgyakat. De a 60-as, 70-es években ott volt egy nagy felfutása ennek, ezt is nagyjából összeraktam az elmúlt években, hogy volt, ugye a lókupecség és a tollkereskedelemmel foglalkozott. De ez fontos, tehát a magyar műkereskedelem történetében a cigányság szerepe az túlbecsülhetetlen. Tehát a volt lókupecek és a tollkereskedők, amikor ez iránti érdeklődés már csappant, akkor át tudtak nyergelni pont a népművészeti gyűjtésre. Miért? Azért, mert volt hatalmas helyismeretük a magyar vidéken, másrészt volt a alkuban, meg a parasztoktól való vásárlásban hatalmas rutinjuk. És ők voltak, akik a leginkább fölvásárolták ezeket a tárgyakat. És hát utána nem beszélve arról, hogy amikor a magyar vidék kezdett kiürülni ilyen tekintetben, akkor nagyon hamar rájött a műkereskedők egy része, hogy Erdélyt lehet visszahódítani ilyen tekintetben. Mert ott akkoriban, a 70-es években, most föl kéne idéznem, pontosan nem tudom, de ugye volt a Ceausescu és a német NSZK vezetése között egy deal, hogy a szászokat kivásárolják. Hát nem csak, hogy kiengedték, mert azt még azt mondanám, de hogy gyakorlatilag ez egy emberkereskedelem volt. Tehát Ceausescu 4000 márkáért, 5000 márkáért, stb. Per kop kiengedte a szászokat. Nos, ennek az volt a hatalmas ilyen tekintetben következménye, hogy ezek az emberek ott hagyták a korábbi egzisztenciájukat. Azt tudni kell, hogy a vidéki szászságnak a tárgy megtartó kultúrája az sokkal-sokkal erősebb volt, mint a magyar vidéknek. Tehát ott 2-3-4-5 generációra visszamenőleg a vidéki portákon ott voltak a tárgyak. Tehát ők nem dobtak ki egy cserepet, egy habántárgyat, hogyha az egy kicsit megrepett, hanem az meg... És ők nem vihették magukkal? Hát annyit nem, amennyit szerettek volna. Tehát egy csomó minden ott maradt, szétszorodott a faluban, stb. És a Erdélyben, vagy a Romániában ez a vajdai rendszer, meg a cigánságnak a vidéken vadászó csoportjai bődületes mennyiségű és nagyon-nagyon nagy kvalitású műtárgyakat szedtek össze, aminek volt egy tökéletesen szürke zónában működő gyűjtőhálózata, amire én már tudok neveket, de most nem akarok mondani, ezek összegyűltek bizonyos helyeken, és akkor mentek ki a 70-es évektől Nagyházi Csaba, Vörösvári Ferenc, Román Panni, még 4-5 név, két havi rendszerességgel, és ezekről a gyűjtő pontokból, ezek emberek voltak, akik összegyűjtötték, fölvásárolták ezeket a tárgyakat, ami fantasztikus szerencse volt. Tehát lehet azt mondani, hogy a 80%-át vagy a 60%-át aztán kiközvetítették az akkor már maguknak egzisztenciát teremtő szászoknak, vagy a leszármazottaiknak, akik a NSZK-ban éltek, de 20-30%-a lecsapódott itt Magyarországon, nem mellesleg a múzeumokban, mert itt, ha már a Petrovics eleket említettem, azért voltak a szocializmus évtizedeiben is olyan múzeológusok, akik tudták, hogy a gyűjtők nélkül, kvázi adott esetben még a nepperek nélkül is, ők nem tudnak szerzeményezni. Tehát mondjuk a Népművészeti Múzeumban a Csilléri Klára, de a Kressz Máriát is lehetne mondani, ezek napi kapcsolatban voltak a Hemző Ilonával, a Nagyházi Csabával, meg még egy sor, meg az Afírral is. Havonta vagy két havonta voltak szerzeményezések, és akkor ezek az Erdélyből vagy a magyar vidékről előkerült tárgyaknak a top része adott esetben, vagy nem a top része, de olyan, ami a adott gyűjteményt kiegészítette, bekerülhettek közgyűjteménybe. Úgyhogy nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a muzeológusnak igenis kapcsolatba kell lenni a régiségkereskedővel, a gyűjtőkkel, meg pláne, mert hát a múzeum az abból van, amit a gyűjtők ráhagyományoznak, vagy amit a
műkereskedőktől meg lehet venni. Amikor az Ecserin körbemész, és ma már ugye nem nagyon találsz, de van, amikor igen. Neked is van bűvös számod? Nincs. Nincs. Én nem vagyok ilyen profi, mint a Dezső, tehát az megközelítő. Mert hát ez egy most egy, a nézők is, meg az olvasók is megjegyzik, hogy a 43 az olyan igen. Nagyon jó bűvös de, de nem bűvös, hanem mágikus. Vagy mágikus, mindig hát így, jó. Így jelölte, de nem, hát ő neki az élete volt a kereskedelem, ő kitalált ilyen szisztémákat, én nem. Én csak akkor ott a helyben, a pillanat hangulata alapján. Az embernek az az érzése, hogy igazából te vagy az, talán az egyetlen, de ebben biztos tévedek, aki ezzel a gyűjtés történettel foglalkozik. Tulajdonképpen miért nem követnek téged? Nem, nagyon, tehát hogy többen foglalkoznak vele, nagyon-nagyon jó, és sorolni lehetne a művészettörténészeket, mondjuk nem olyan hosszan, lehet, hogy egy kezemre ráférne. Mert ez nagyon macerás meló. Hát ugye azt mindenképpen el kell mondani, hogy volt egy nagy elődöm, a Mravik László, aki hát hozzám nem mérhetően sokkal okosabb ember, mint én, tehát ő tényleg a zsenialitás határát súrolja, ha nem is a produktíve, mert nem mindig függ össze, hogy valaki milyen tehetséges, meg mit tud letenni az asztalra. Tehát nekem ebből a szempontból előnyöm van vele szembe. De hát ő fantasztikus dolgokat csinált, az 1981-es magángyűjtős kiállítást, ami egy olyan, az is egy paradigmaváltó kiállítás volt. Minden nagy kortárs gyűjteményből be tudtak hozni egy hatalmas tárlatra való anyagot, és hát megcsinálta a Szakkodi Budapestet, ami a hibái ellenére is egy alapmű lett. Tehát, hogy az mindenki... ugye azzal foglalkozik, hogy milyen fantasztikus magyar műkincseket vittek el, és raboltak el, és irány a Szovjetunió. Igen, tehát ez, de mivel gyűjtők szerint van katalogizálva az anyag, ezért az egy gyűjtés történetileg is egy alapforrás számomra. De hát lehet mondani a Sinkó Katalint, akivel együtt csináltam Ravik a 81-es kiállítást, és hát ugye a Sinkóban az is a fantasztikus, hogy ő a BÁV-nak volt a becsüse, igen. És utána végezte el a művészettörténetet, fantasztikus tudósi háttérrel, mentalitás, hatalmas anyagismerettel. Tehát voltak bizonyos zárt előnyei ennek a pseudoműkereskedelemnek. Egyrészt azt, vagy leginkább azt muzeológus szempontból, hogy egyetlen csatornába ment bele a műtárgyanyag, ami előbukkant. Tehát neked csak ott kellett ülni a BÁV-nál, és gyakorlatilag, és ami előjött, azt megláttad, és főleg aki aukcióra válogatott, mint a Sinkó, megértékelt, a top kategória az ő kezén átfutott. Tehát azt meg se tudjuk ítélni, hogy milyen élményanyaggal vagy tapasztalati anyaggal rendelkezett a Sinkó Katalin. Tehát, hogy ő például egy tök jó példa arra, hogy a műkereskedelemből érkezve valaki hogy tud csúcs tudományos műveket létrehozni. Végezetül egy interjútban olvastam, és az interjúnak a címe is az, hogy azt mondják neked, hogy te többre vagy hivatott, mint hogy elpilinckázgass a Falk-Miksa utcában. Igen, ez valóban így történt, de mindig ezeket a hangzatos mondatokat aztán megbánja az ember, hogy ilyet mond, mert hogy ez egy konkrét személy, azt hiszem nem írta le az interjú, lehet, hogy itt nem kéne elmondanom, de azért elmondom, mert végül is miért ne. Tehát, hogy a művészettörténet szakon volt egy nagyon fontos, nagyon nagy tudású tanár, Marosi Ernőnek hívják, szerencsére mai napig megvan, és a középkori magyar művészet felkent apostola, tehát művészettörténet, és nagyon-nagyon-nagyon nagy tudású ember. És egyszer azt hiszem, hogy egy nagyon jó helyen voltam, Tiszadobon, a Tiszadobi Andrássy kastély kertjébe, éppen a készülő kiállítás kapcsán, a műgyűjtős kiállítás kapcsán forgattunk ott egy filmet, a fantasztikus élmény volt, drónnal körbe a Tiszadobi Andrássy kastély, és csörög a telefon, fölveszem Marosi Ernő, és valamilyen múzeumi munkát
ajánlott, hogy valami kiállítási katalógushoz kéne, és volt egy ilyen elejtett megjegyzése, ez a pilinckázgatás, de ezt gyanítom, hogy ezt a szót ezt én mondtam rá, mert ez az én szalamjárása. Hogy valami, maga többre hivatott, de ez vagy volt te lényege, többre vagy hivatott, mint hogy ez volt a lényeg, hogy az derült ki belőle nekem, hogy a Marosi Ernő engem sokra tartott, tanított is az egyetemen, és hogy neki ez egy olyan csalódás, hogy én ott a aukciós piac környékén, Kizelvag galéria, műkereskedelem, tehát hogy benne volt ez a talán azt mondanám, hogy a szocializmusból hozott mentalitás, hogy az egy alantas dolog, és hogy a múzeumi művészettörténész az nem süllyed a műkereskedelem. Ami butaság szerintem, tehát a Marosi Ernő fantasztikusan okos ember, de hogy ez egy korlát, vagy korlátoltság bizonyos tekintetben. Tehát, hogy én nem hiszem el, hogy attól, hogy valaki a műkereskedelem közelébe kerül, attól erkölcsileg vagy morálisan erodálódik. Aki hajlamos erre, az a múzeumban is erodálódik, és nem akarok példákat hozni. Nem kell ahhoz a műkereskedelemmel kapcsolatba kerülni. Ha valaki erkölcstelen, akkor az erkölcstelen lesz a műkereskedelem nélkül is. És ha valaki meg hozott otthonról valamit, és vannak elvei, és azokat be akarja tartani, az nyugodtan mehet a műkereskedelemben, mert semmi, hogy is mondjam, nem hat rá, meg az nem egy fertő, tehát ott ugyanolyan tisztának lehet lenni, mint az élet bármelyik területén, és mocskosnak lehet lenni az élet bármelyik területén. Köszönöm szépen. Szívesen.